Advent népe. Van egy csöp nép a népek tengerében, a többi közt zarándok, hontalan. De szeme áthatol az ég fényességén, mert azon túl örök hazája van. Maroknyi nép, de hite sziklát törd el, Istenén kívül nem néz egyebet. Szívében ott él Jézus csodás hite, és zászlaján a hármas üzenet. Megszentelt nép, jövendőlések népe, bátor szavától borzong a világ. 21. század ingó bábelének viszi az Isten mentő szózatát. Ha csak közöny és szidalom a válasz, a nehéz harcban elcsügget a kar. Reménnyel néz a közelgő királyra, bizony jövel Uram Jézus hamar. Valami nagyon furcsa dolog történt néhány éjszakával ezelőtt. Erős vihar támadt városunkban, és hirtelen áramszünet lett. A sötétben botladozva próbáltam eljutni a kamráig, ahol a gyertyákat tartottam. A gyufa lángjában szétnéztem a polcokon, s megtaláltam a négy gyertyát, és sorban meggyújtottam őket. Milyen fény lett hirtelen, az előbb korom sötét volt a kamrában, most pedig csodálatos, aranyszínű fény. Milyen jó, ha fény van! Csak most vettem észre, hogy hangosan beszélek, pedig egyedül vagyok. A gyertyákhoz léptem, és hozzájuk szóltam. Ha itt bent a kamrában ilyen csodálatos fényt árasztatok, akkor meglátjátok, hogy milyen hasznosak lesztek kint is. Egy kicsi azért furcsán éreztem magam gyertyákkal beszélgetni. De így van, ez háromszünet van. Már felemeltem a legközelebbi gyertyát, és az ajtó felé indultam, hogy kivigyem, amikor egy hangot hallottam. Állj, egy lépést se! Van itt valaki? Remélem, a feleségem az is így akar rám ijeszteni, mert meghallotta, hogy a gyertyákhoz szóltam az imént. Na jó, édesem, csak semmi ugratás. Mondtam én, de semmi válasz. Lehet, hogy csak a szél volt. Tettem még egy lépést. Mondom, hogy állj. Ki szólt? Én. A hang mellettem hallatszott. Ki
Ki vagy? Mi vagy? Egy gyertya. Csodálkozva néztem a kezemben levő gyertyára, erős fénnyel égett. Körülnéztem, hogy jöhet-e máshonnan a hang. Nincs itt senki rajtunk kívül. Ekkor felemeltem a gyertyát, hogy jobban megnézzem, s nem hittem a szememnek. Egy kis arc volt a gyertyán, nem festett, élő. Ne vigy ki innen. Tessék. Mondom, ne vigy ki innen. Hát nem értem. Te gyertya vagy, és az a dolgod, hogy világítsa, ahol sötét van. De nem vihetsz ki, még nem készültem fel. Jobban fel kell készülnöm. Jobban felkészülni? Igen. Tudod, elhatároztam, hogy elkezdek egy tanulmányt arról, hogyan lehet jól világítani. Te nem is tudod, hogy milyen rosszul világít egy gyertya, ha felkészületlen. Ezért kell a tanulmány. Most olvastam egy könyvet arról, hogyan kell védekezni a széltől. A legújabb könyv, amit olvasok, a lángról szól. Hallottál már róla? Hát nem. Pedig biztosan tetszene. Biztosan nagyon érdekes. De hát mit csinálok én itt? Gyertyával beszélgetek, miközben a család kint van a sötétben? Hát jó, ha te nem, hát nem. Nem te vagy itt az egyetlen gyertya, majd kiviszem a többieket. Mi sem megyünk. Megfordultam, és végignéztem a három gyertyán. Mindegyik láng alatt egy kis arc volt. Gyertyák vagytok, és az a dolgotok, hogy világítsatok. Azt csak hiszed? Én nem mehetek, mert elfoglalt vagyok. Elfoglalt? Igen, elfoglalt. Igen, most éppen elmélkedem. Mit csinálsz? Egy gyertya elmélkedik? Igen, én a fény fontosságáról elmélkedem, és rájöttem, hogy ez nagyon fontos. Elhatároztam, hogy a lelkükre beszélek. Jó, figyeljetek! Én értem, hogy szerettek elmélkedni, és hát a tanulmány is mindenkinek fontos, de már hetek óta itt vagytok. Hát nem volt eddig időtök elmélkedni, meg tanulmányt végezni? Hát és ti? Hát ti is itt akartok maradni? Én arra várok, hogy az életem rendbe jöjjön. Tudod, nem vagyok elég kiegyensúlyozott. Hirtelen ideges leszek. Én nagyon szívesen mennék, de őszintén a világítás az nem az én ajándékom. Nem a te ajándékod? Hát mit akarsz ezzel mondani? Én inkább énekelek. Az énekemmel bátorítom a többieket, hogy aztán ők jobban világíthassanak. Elkezd énekelni. Tud, van egy gyertya a szívemben. Jó, amúgy nem zavar, hogyha énekeltek munka közben, az nagyon jó. De a gyertyák nem hallották, mert túl hangosan énekeltek. Én is hangosabban kezdtem beszélni. Jó, fejezzétek be, és gyertek ki. Lesz még időtök énekelni. De nem akarták abba hagyni. Visszatettem őket a polcra, és elgondolkodtam a történteken. Négy gyertya énekel a világosságról, de nem akar világítani. Mérgemben eloltottam mind a négyet. Zsebrevágtam a kezem, kiléptem a kamrából, nekiütköztem a feleségemnek. Hol vannak a gyertyák? Nem hajlandók világítani, honnan vetted őket? Emlékszel arra a gyülekezetre, amit bezártak? Na ott. Aha, most már mindent értek. Van egy gyertya a szívünkben, van kiló pár, van kis lében.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Mindig nagy öröm itt lenni Balaton Lellén, és hogy megnyitottuk a tábort most már lassan egy héttel ezelőtt, akkor elmondtam a tábor lakóknak, akik az első napon is már, az első estén is itt voltak, hogy ez az egyik legnagyszerűbb dolog, amikor Isten természet teremtett világához közel lehetünk, amikor egy héten át együtt lakunk, együtt eszünk, együtt játszunk, együtt beszélgetünk késő estéig, kora reggeltől, együtt szaladunk, együtt mindenféle dolgot együtt végzünk, és ezzel mint egy picit gyakoroljuk azt, hogy milyen lesz majd egy örökké valóságon át együtt lenni. Nem olyan szétszakítottságban, mint amilyen ez a világ, ahol csak mobiltelefonokkal, csak elektronikus eszközökkel tudjuk egymással a kapcsolatot tartani, akkor sokkal közvetlenebb módon tudjuk ezt megtenni. És ilyenkor szombaton pedig az a nagyszerű dolog, hogy közelről, távolról csatlakoznak hozzánk még testvérek, akik együtt szeretnének velünk ünnepelni, akik talán nem tudtak itt lenni az egész hét alatt, nap mint nap, reggeli áhítatokon, az esti programokon és a napközbeni rendezvényeken, de szeretnék együtt dicsőíteni közös velünk Istent, és jó dolog ilyenkor Isten igéjét is megnyitni. Az a nagyszerű dolog, hogy egész héten olyan szép dolgokról tanulhattunk, ami lelkesít bennünket, ami felemel bennünket. Egy hónappal ezelőtt a generál konferencián nagyon nagyszerű volt hallgatni az igehirdetéseket, a beszámolókat, azokat a programokat, amelyek mind-mind arról a nagy reménységről szólnak, amiért Isten elhívott bennünket. Mégpedig, hogy nem csak megváltott bennünket, de vissza is jön értünk, és tegyünk valamit, hogy ez az egész világ meghallja ennek öröm üzenetét. Tegyünk valamit azért, hogy azok a népek, azok az emberek, akik még távol vannak Isten kegyelmétől, ők is megragadhassák az ingyen felkínált kegyelmet, ők is hozzáköthessék életüket Jézus Krisztushoz. Erről szóltak az áhítatok, és olyan jó volt, hogy valami hasonló témákról beszélgethettünk reggel és este ebben a táborban is. Engedjétek meg, hogy most Isten igéjéből is ugyanezzel a témával foglalkozunk mindketten, amikor az a reménység él szívünkben, hogy Jézus Krisztus hamar vissza fog jönni. Isten igéjét nyitom meg Ézsaiás proféta könyvéből a 60. rész, első versétől olvasom az igét. Ézsaiás proféta könyve 60. részéből az első verstől olvasom az igét. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. Egy csodálatos ígéret, csodálatos profécia, amiben Isten valami különleges akcióra hív bennünket. Az volt ennek a hétnek a jelmondata, kelj fel, ragyog, Jézus jön. Héten sokat ismertünk meg abból a hitünkből, amely annyira jellemző ránk. Estéről estére Jézus visszajövetelének a reménységéről, az arra való felkészülésről, arról, hogy hogyan tehetem az én életemet ragyogóvá, és hogyan mutathatom meg, hogy ez örömteli esemény számomra. Reggelenként egyházunk küldetését meghatározó hármasangyali üzenet volt a témánk, és annak a mélységeit kutattuk, amely a dicsőségesen visszatérő Úrra, a Teremtő Istenre, a neki való imádatra szólít fel bennünket. Ma délelőtt Isten szent lelkének segítségül hívásával pedig arra szeretnélek hívni benneteket, hogy még mélyebben értsük meg a mi feladatunkat, és ne csak elmélkedjünk róla, ne csak énekeljünk róla, ne csak
tanulmányokat végezzünk róla, hanem induljunk el. Mit jelent életünkben az a felelősség, hogy Jézus jön? Kelj fel, ragyogj, Jézus jön. A Szentírás egyik legnagyszerűbb felszólítása az, hogy kelj fel. Több mint 100 alkalommal olvashatjuk, hogy Isten volt az, aki ezt parancsba adta valakinek. Isten gyermekei mindig aktív életet élő gyermekek. Isten gyermekei élő, mozgásban lévő emberek. Nem csak passzivitásban, tanulmányozásban és önmagunk bezártságában végezzük, hanem elindulnak valahová Isten gyermekei. Isten elhívta Ábrahámot, azt mondta, kelj fel és indulj el. Megszólította Mózest, megszólította Józsuét, aztán a bírákat, Dávidot, Illés profétát és a többieket, és mindegyiknek ezt a parancsot mondta, kelj fel. Ne maradj ott, ahol vagy. És hogyha néhány oldalt lapozunk a Bibliánkban, és az új szövetség gondolatait kezdjük el tanulmányozni, amikor meggyógyít Jézus egy beteget, akkor mit mond neki? Kelj fel, vedd a te nyoszójádat, kelj fel és járj, kelj fel és menj el valahova, indulj el. Mert Istennek terve van az ő gyermekeivel. Nem csupán megszabadítani akarja őket, nem csupán meggyógyítani akarja őket, nem csupán magasabb ismeretre akarja elvezetni őket, hanem Isten gyermekeit szeretné elhívni, hogy legyenek munkatársai a megváltás művében. Ezért szólít meg, hogy kelj fel. Terve van a profétákkal, terve van Péterrel, Pállal, a betegekkel, akiket meggyógyított, mert nem csupán elhív, de elküld. Isten kihív bennünket a világból, hogy visszaküldjön bennünket a világba. Azt mondja, kelj fel, ne maradj ott, ahol vagy. Nem csupán megváltoztat bennünket, de arra hív, hogy általunk, a mi életünk, a mi szolgálatunk által mások is megváltozzanak. És a Biblia csodálatos ígérete az, hogy maga Isten is ugyanígy cselekszik. Úgy kér bennünket, hogy maga megmutatta, hogy mit jelent ez az aktív cselekvő élet. Ő maga cselekszik. Így kezdődött minden. Mert Isten is felkelt a trónjáról, és ott hagyta a kényelmet, ahogy reggel hallottuk a szombatiskolában a kényelmi zónát. Ott hagyta maga Isten is. És Jézus Krisztus első eljövetele arról szól, hogy Isten felkelt, és lehajolt az ő személyében a kegyelem, érettünk. És elindult érettünk egy hosszú-hosszú vándorútra. A gyermekké lételtől, a gyermekkor nehézségein, a kamaszkor kihívásain keresztül, a fiatal embereknek a problémáin keresztül, ezen az úton Jézus Krisztus járt azért, hogy érettünk élje az ő életét. És olyan gyönyörű a Biblia ígérete, hogy azt mondja, hogy nem csak egyszer kelt fel Isten érettünk, hanem azt mondja, hogy majd az idők végén, amikor visszajön, akkor is egy ugyanilyen mozgást kifejező igével vezeti be a Szentírás, azt mondja, hogy még egyszer fel fog kelni. Dániel proféta könyve 12. fejezetében azt olvassuk, hogy és abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Mihály, aki olyan, mint Isten, azaz Jézus Krisztus, felkel, ismét érettünk. És tudjuk, ahogyan az Ószövetség ígéretek, amilyen biztosak voltak, ugyan biztosak a jövőben beteljesedő ígéretei. És ezért Isten példát adott számunkra cselekedni, felkelni és elindulni. Azt tanítja nekünk ez, hogy a Biblia Istene nem egy magasságban trónoló Isten, aki várja a hódolók sokaságát, aki arra vár, hogy megfelelő módon imádjuk-e őt, elvárja az imádatot, hanem a világ mindenség egyetlen
olyan személye, aki maga mindent megtett. Mindent megtett cselekvő Isten, aki eljön, aki eljött, és aki újra eljön, aki felkelt, és újra felkel érettünk. Erre az aktív, cselekvő életre hív bennünket most igéje által. Azt mondja, kelj fel, világosodjál. Mert Isten az ő népet ennek a világnak a világosságává akarja tenni. Mert nem passzív, csupán róla elmélkedő, róla mindent tudó, mindent másoknál jobban tudó, de semmit sem cselekvő embereket hív el, hanem olyanok, akik engedelmeskednek ennek a hívó szónak és küldő szónak. Olyanokká akar bennünket tenni, akiknek a puszta léte már önmagában beszél. Szinte meg se kell szólalni, és már az cselekvő. Már az hatással van környezetünkre. Aki tud az életével úgy beszélni Istenről, az Isten nem ismerő népek között, az Isten nem ismerő generációk, emberek között, hogy rádöbbenjenek arra, hogy valami hiányzik az ő életükből is. Tudsz-e így világosság lenni környezeted számára? Tudsz-e így világosság lenni a szomszédod számára, a gyermeked számára, szüleid számára, házastársad számára, munkatársaid számára? Isten gyermekeinek megbízása ez az ige, mert azokon is akar segíteni, akik még nem ismerik őt. Te, aki már jól ismered őt, jól ismered az ő akaratát, tudod, hogy mit kell tenni, néha nem megy, néha nem egészen úgy éljük mi sem az életünket, de legalább tudjuk, hogy mit kellene tenni. De arra hív bennünket, hogy általad tudja meg más is. Ez a profétai megbízás, az, hogy népek világosságává legyél, hogy igazából mások is a fénynél megismerjék Jézus Krisztust. Ez visszatérő motivum itt Ézsaiás profétánál. 49. fejezetben azt mondja, hogy kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. Nem elég, hogy csak belül végzed a szolgálatot, a munkát. Nem elég a te hittestvéreidért végezni a szolgálatot. Azt mondja, így folytatja, a pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Milyen gyönyörű az ige, milyen gazdag Isten igéje, mert kétféleképpen lehet értelmezni. És ezt az értelmezést mind a kettőt használja is a Szentírás. Egyrészt maga Jézus Krisztus szolgálatát mutatja be ezáltal ez az ige. Amikor Lázár feltámadása után, úgy olvassuk a Szentírásban, összehívták a zsidó nagytanácsot, a Sanhedrint, megbeszéljék, hogy mi is legyen Jézussal, akkor János evangélista egy érdekes utalást tesz. Kajafás megjövendölte Jézus halálát, így írja János 11. fejezetben. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Ugyanaz a gondolat, ugyanaz az ige, ami ott Ézsaiásnál szerepel. Mert Jézus Krisztus látszólagos sikertelensége, kudarca éppen a győzelme. Halála által valósítja meg ezt, hogy összegyűjti szétszóródott gyermekeit Istennek. Ugyanakkor a profétai szó az Krisztus gyermekeiről is szól. Pál apostol, amikor beszél az ő küldetéséről, akkor így olvassuk apostolok cselekedeteiben. Következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, káromolva ellene mondtak Pál beszédének, ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta, először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk, mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Hogy eljusson szabadításom föld végső határáig. Ma
Ez a munka folyik szerte a világon. Estéről estéről láttunk beszámolókat arról, hogy hogyan viszik el a világ legtávolabbi csücskébe, távoli szigetekre, távoli országokra, hidegbe és melegbe és mindenféle emberek közé, hogyan jut el ez a gyönyörű evangélium. És ilyenkor mindig elszorul a szívem, hogy vajon közvetlen környezetembe eljut-e ez az evangélium. Eljut-e a szomszédomhoz? Eljut-e az én családtagjaimhoz? Eljut az én szeretteimhez, akik közel vannak hozzám? Isten szabadítást készített, és ezt a szabadítást rajtad keresztül szeretné átadni mások számára. Ő adni akar, újból és újból adni akar. És azokat, akik már átadták életüket neki, azokat arra hívja, hogy ők adják tovább ezeket az ajándékokat, mert szüksége van a világnak erre a világosságra, Krisztus világosságára. Ez tehát Krisztus gyermekeinek küldetése, hogy látszódjon meg, hogy tudjunk segíteni, hogy oda találjunk hozzá. Aztán így olvassuk tovább itt az Ézsaiás könyvében, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. De mi nem tudjuk magunkat elég fényesre csiszolni. Nem tudunk elég szép életet élni, hogy felragyoljunk rajtunk Isten dicsősége. Egyedül ő tud bennünket tisztává tenni. Ő tud bennünket tisztává teremteni, hogy valóban tovább tudjuk adni a Krisztus dicsőségét. Kész vagy-e engedni ennek a hívásnak? Kész vagy-e te is felkelni, ahogy Jézus felkelt érted? És kész vagy-e elindulni, hogy világíts? Mit jelent ez? Most egy újabb teher, egy újabb kihívás, egy újabb nehézség, vagy valami más? Így fejeződik be ez a profécia. Emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Fiaidról messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el, akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg a, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jő a népeknek gazdagsága. Azt mondja, hogy remeg a szíved, mert érzed a felelősséged, de ez nem félelemmel tölt el, hanem örömmel tölt el. Isten gyermekei, amikor megkapják a küldetésüket, akkor örömmel indulnak el. Ragyogjunk mi is ezzel az örömmel. Remegjen és terjedjen ki szívünk mások felé, hiszen Isten végtelen megváltó szeretetét, hívását, szabadítását kell továbbadjuk. Ez az én imádságom, hogy minden egyes testvérem, a legkisebbektől, a legidősebbekig legyen olyan aktív, amilyen aktív Isten volt, felkelt és elindult. Tegyük mi is ezt az ő kegyelm által. Amen. Miközben énekeltünk, arra a sorra figyeltem fel, hogy és ha megkísért az élet, hogyan folytatódott? Hívd csak, hívd e szent nevet. Amikor Tamás alapigéjét hallgattam, és együtt gondolkodtam vele az ige gondolatain, hogy kelj fel, világosodjál, világíts, mert a népek, akik sötétségben élnek, vágynak erre a világosságra, akkor az a gondolat támad bennem, hogy hogyan lehet világítani, hogyan lehetséges erre eljutni, hogy ne ilyen gyertyák legyünk, akik azt mondják, hogy én ezért nem vagyok alkalmas, én azért nem vagyok alkalmas. És az a gondolat fogalmazódott meg, és ezt szeretném, ha megerősítenénk magunkban, hogy világíts,
és adj hálát az Istennek, hogy nem magadtól kell világítanod. Az Ézsaiás könyve 60. fejezetének mind a három verse, amit ott az elején olvasunk, azt mondja, hogy az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Azt mondja a következő ige vers, hogy az Úr dicsősége rajtad megláttatik. És a következő is azt mondja, hogy neked feltámad az ő fényessége. Testvéreim, a Jóisten arra hív el bennünket, hogy nem egy nehéz, nem egy fárasztó, nem egy magunk erejét megfeszítő szolgálatot végezzünk, hanem tükrözzük vissza őt. Arra hív el bennünket, hogy ne várjuk azt a napot, amikor majd elég okosnak érzem magam ahhoz, hogy szolgáljak. Amikor majd elég testvér megveregette a vállamat, hogy na most már mehetsz, alkalmas vagy rá. Amikor elég visszajelzést kaptam az emberektől, hogy én jó szolgálattevő vagyok. Amikor felfedezte a gyülekezeti vén az én lelki ajándékomat, és na most már meg is választottak, hogy szolgáljak. Azt mondja Krisztus, hogy figyelj rám, éld a hitéletedet, de ne várd a napot, hogy szolgálj. Ne várd a napot, hogy majd a lélek egyszer kiárad úgy, hogy na majd akkor én is hadrendbe állok. Figyelj rám, és tükröz vissza, és hogy rám figyelsz, vissza fogsz tükrözni. Ígéret ez, testvéreim? Igaz ígéret, nem? Ahogy rám fogsz figyelni, vissza fogsz engem tükrözni. Amikor kezünkben van a Biblia, most jelképesen azt mondanám, hogy egy olyan könyv van a kezünkben, ami mindennel rendelkezik ahhoz, hogy bennünket alkalmassá tegyen a szolgálatra. Amikor elkezdtem kamaszodni, elkezdtem gyűjteni az emberi kapcsolatokat. Miért fontosak a kapcsolatok? Azért fontosak, mert amikor az ember előveszi a névjegykártya tárát és lapozgatja, úgy megnyugszik, nem? Megnyugszik? Egy jó autószerelő. Egy jó ügyvéd. Nekem fodrászom van. Nekem ilyen kapcsolataim vannak. Nekem olyan segítségem van. Amikor lapozzuk a Bibliát, a Jóisten számtalan módon áll elénk. Az egész Biblia erről szól, róla szól. Újra és újra megmutatja magát Ézsaiás könyve 40. fejezetéhez, ami, most hadd mondjam így, ami legszebb, legértékesebb névjegykártya gyűjteményünkhöz. Lapozzunk oda, a Bibliánkhoz, és nézzük meg rögtön, mit mond Ézsaiás könyve 40. fejezete. Hát nem tudod-e, 28. verstől, és nem hallottad-e, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Testvérem, hogyan mutatkozik be nekünk a mi mennyei atyánk itt? Nem tudod-e? Hát már megint elfelejtetted. Örökké való Isten. Testvérem, vannak olyan emberi kapcsolataink, ahol a másik azt mondja, hogy én mindig melletted fogok állni. Itt van ez az én telefonszámom, bármikor hívhatsz. Hétvégén, hajnali 2-kor, bármikor hívhatsz. Vannak ilyen kapcsolataink? Már kezdjük is magunkat sajnálni. Hányszor csalódtam már emberekben. Felhívtam, és nem úgy válaszolt. Nem azt mondta, nem olyan tanácsot adott. Mit mond a jó atya? Figyelj rám, gyermekem. Tükröz vissza engem, de ehhez nagyon fontos, hogy megértsd azt, hogy örökké való Isten vagyok. Egyedül rám számíthatsz, biztosan, és azon kezdj el sajnálkozni, hogy hány emberre nem számíthatsz. Ki mondta neked, hogy számíthatsz rájuk? Megígérték neked? Nem ismerték még magukat, ha megígérték. Ti együtt összekapaszkodva gyertek hozzám az örökké való Istenhez. Testvérem, mekkora ígéret, hogy van valaki, aki örökké való, van valaki, aki nem változik. Testvéreim, miközben végezzük a szolgálatunkat, vagy ma is felhívást kaptunk a világításra, szívünkben hordozzuk ezt a kis kártyát. Mi van ráírva? Ézsaiás 40, kisbetűked alatta, de mi van fölötte? Örökké való Isten. Örökké való Isten. Élünk mi ezzel a lehetőséggel? Élünk mi ezzel a kapcsolattal? Lapozzunk Jelenések könyve 4. fejezetének a 8. verséhez. Lapozzuk végig ezt a kártya gyűjteményt, amit az ige eredetileg 25 kártyával jöttem, de megnyugtatlak benneteket, nem fogom mindegyiket végigvenni. A 4 élőlény, amelyek közül mindegyiknek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül teljes szemekkel, meg nem szűntek nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő.
Mi van ezen a kis kártyán? A. És ha megkísért az élet? Hív csak hívd a szent nevet. Itt hogyan mutatkozik be? A. Mindenható Isten. A mindenható Isten. Belegondolunk abba, hogy a világban mi zajlik manapság. Hány milliárd ember, hány kontinensen. Egyesek keltek, mások fekszenek. Egyesek aggódnak, mások nem tudnak mit kezdeni a jólétükkel. És a háttérben a mindenható Isten fáradozik, munkálkodik. Az Atya, a megváltó Jézus Krisztus és a Szentlélek munkálkodik az emberi szívekben. Hatalmas munka az, amiben az Isten elhív bennünket, hogy munkálkodjunk vele együtt. Csodálatos egy ilyen munkába meghívást nyerni, testvéreim. Csodálatos? Bekopogna egy agykutató orvos professzor az ajtótokon, és azt mondaná, hogy ön az, Mihalec úr, szeretném, hogyha mostantól a segédem lenne, én nem értek az agykutat, nem probléma, én felkészítem. Vannak barátaim, vannak orvos ismerőseim, nem, én a mindenható Isten vagyok, és arra kérlek, és arra hívlak. A képesítés az én feladatom, az alkalmatlanságod az én feladatom. Árat fizettem azért, hogy alkalmassá tegyelek erre a szolgálatra. Én a mindenható Isten vagyok. Testvérem, azért ez a névjegykártya, ez egy tükör is. Mikor mi panaszkodunk, hova veszítettük el ezt a kártyát? Hol van? Kölcsön adtuk? Olyan nincsen. Ez mindig ott van velünk, nem? Van egy mindenható Isten, de most olyan, minthogyha mindenható Isten örökké való, és olyan, minthogyha nézzél rám, és ha megkísért az élet, hívd csak hívd e szent neved. Figyelj oda rám, mert hidd el, lapozzunk talán a következő igéhez, Júdás levele első fejezetének a 25. verséhez. Itt mondott az ige, hogyan mutatkozik ott be a mi mennyei atyánk? Tudjátok, amikor szószéken van az ember és keresi az igét, mindig legutoljára találja meg, úgyhogy várjatok meg. Júdás levele. Ilyenkor az ember még azt is elfelejti, hogy következnek egymás után a könyvek. De ha segítetek. Köszönöm. Az egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Mit mondott? Az egyedül bölcs. Lehet ettől megijedni, de ő ezt lehetőségként mondja. Júdás 1.25, jelenések előtt. Az egyedül bölcs Isten bemutatkozik. És testvérem, amikor ott vagyunk és kétségbe esünk a körülmények miatt. Örökké való, mindenható, csak most éppen ebből semmit nem érzékelek. Akkor mindig ott van a lehetőség, hogy leboruljunk, és azt mondjuk, hogy de te vagy az egyedül bölcs is. És olyan jó az, hogy te tudsz és akarsz valamit kezdeni velem. Olyan jó, hogy menet közben azt mondod, hogy világítsak, miközben még én se vagyok kész, de már ezen a fejlődési szinten is akarsz engem használni. Tudsz engem használni. Nem az az evangélium, hogy az Isten általunk akarja befejezni az ő végső művét? Hogy ég közepén repülő angyalokhoz hasonlítja azt a szolgálatot, amiket általunk akar elvégezni? Mindennek érezzük magunkat. Föld alatt lassan mászó vakondoknak is érezzük magunkat, csak nem ég közepén repülő. Hiszen a magunk küzdelmei olyan szinten nagyon nyomnak bennünket sokszor, nem? És akkor azt mondjuk, hogy most 2 hétig biztos, hogy senkinek nem teszek bizonyságot, mert ahogy tegnap beszéltem az én testvéremmel, amilyen gondolatok mostanában vannak a fejemben, amilyen kísértések, és ha megkísért az élet, mit mond? Van egy olyan kártyánk is, hogy az egyedül bölcs Isten. Istenem, én tudom, hogy te tudsz és akarsz velem valamit kezdeni a te végtelen bölcsességedhez. De mást is jelent ez az ige. Azt is jelenti, hogy ne akarjunk nála okosabbak lenni. Istenem, old meg az én életem problémáit, ez a probléma, ennyi határidőt adok neked, és lehetőleg így és így, ők legyenek a szereplők, mert mással nem dolgozok együtt, ugye? Így hív bennünket a jó Isten világítani? Kiválogatjuk Isten művéből a nekünk szimpatikus testvéreket? Járunk abba a gyülekezetbe, ahol minden úgy van, ahogyan mi szeretnénk? Vagy pedig azt mondjuk, hogy Istenem, ez egy ellenpróba nekem,
Talán csiszolni akarsz, te vagy az egyedül bölcs Isten. Ezért rád bízom ezeket a kérdéseket, mint hogy az életem minden kérdését rád bízom, mert te vagy az, aki meg fogsz engem szabadítani. De lépjünk a negyedik kártyánkra. Titushoz írt levél, első fejezet, második verse. Tudom, Timóteus után. Titushoz írt levél, első fejezetének a második versét olvasom. Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten, örök időknek előtte. Gyönyörű bemutatkozás. Megígért az igazmondó Isten. Ezt is tegyük be ide. Nagyon nagy szükségünk van egy igazmondó segítőre. Nagyon nagy szükségünk van. Bár van egy problémánk azzal, ha valaki igazmondó. Van egy problémánk. Szeretitek, ha valaki mindig igazat mond? Szeretitek? Szeretitek, ha megáll veletek szembe és igazat mond? De hol állunk a sorban? Örökkévaló, mindenható, egyedül bölcs, és nem kell félnünk a bölcsességétől. Nem kell félnünk, hogy az igazmondása olyan lesz a hű és igaz tanúbizonyságnak, aki az ő drága népével foglalkozik, azzal a szeretnivalóval, akinek azt mondja, hogy akiket én szeretem, azokat megsimogatom és megdicsérem. Hanem azt mondja, hogy engedjetek már be, úgy szeretnék veletek együtt dolgozni, úgy szeretnélek boldognak látni benneteket. De elfogadjátok, hogy igazmondó vagyok? Elfogadjátok, hogy a bűnt nem fogom igazságnak nevezni? Lehet, hogy egy kicsit sajnáljátok, mert az a bűn éppen most hozzátok ragadt az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. De az Isten igazmondó Isten. És azt mondja, hogy tervem van és akaratom arra, hogy megmondom az igazat azért, hogy olyanná is tegyelek téged. És figyelj rám az igazmondó Istenre. Nézd rám, nézd a szemembe. Nagyon őszintén, szállj időt rám, adj időt nekem. És ahogy figyelsz rám, vissza fogsz tükrözni engem. Azért olyan fájdalmas, amikor a mi mennyei atyánk igazat mond, nem? Emlékszem, fiatal lelkész voltam. És jártam imaórát tartani egy dunakanyari gyülekezetbe. És éppen arra a napra tette a gyülekezet az imaórát, amikor este futballozni is eljártam 9-től 11-ig a társaimmal. Megnéztem a menetrendet, nem lesz itt baj, imaóra, és aztán egy jó kis mozgás. Persze az imaóra a fontosabb. De amikor az imaórán a testvérnők már másodszor kezdtek imádkozni, és az időérzékem azt mutatta, hogy lehet, hogy lefogom azt a vonatot késni, amivel elérem még azt az esti mozgást. Mert mozogni kell. Hát a futballt lehet versenyszellem nélkül is, nem? Abszolút. Csak én akkor még nem tudtam úgy. Amikor az ember már azt érezte, hogy ha ez az imaóra még negyed órát tart, akkor veszélybe kerül az én, hogy mondjam, az én fit szekcióm, ugye? Ugye? Az veszélybe kerül. Istenem, hát természetesen fontos az imaóra, természetesen csupa fontos dolgokat kér az én testvérem, de ha még 10 percig imádkoznak, én nem fogok hazaérni. És tudjátok, hogy futottam a vonathoz az imaóra után? Elköszöntem a testvérektől, begomboltam az öltönyömet. Igen, örülök, hogy ma is egy, és mikor becsukták az ajtót, nem mondom el, fénysebesség. Elértem a vonatot, a vonattól futottam az edzésig. És amikor mentem hazafele leízadva, és úgy, hogy jó volt ez az imaóra, de még jobb volt ez a foci. És jött az igazmondó Isten, és feltette a kérdést. Szeretsz engem, János? Jobban szeretsz engem? Jobban szeretsz engem? Az igazmondó Isten nagyon szeret bennünket. Nem enged nyíl egyenesen elmasírozni a kárhozat irányába. Újra és újra odaáll elénk. Ezek a kis kártyák, ahogyan ő bemutatkozik, ahogyan azt mondja, hogy figyelj rám, és szolgálsz, én meg tisztogatlak, és szolgálsz, és tisztogatlak, és figyelsz rám, és lassan-lassan visszatükrözöl. És amikor az embernek még olyan a szíve, hogy megnéztem egy sport összefoglalót, és ahogy levette a labdát, áttette jobb lábra, és bevágt. Tudjátok, milyen az férfiak, tudjátok, milyen az kamaszok, amikor az ember elérzékenyül azon, hogy egy gól szép. És nem érzékenyültem még el azon, hogy az imaóra milyen áldás. És a testvérek mind azt hitték, hogy belőlem jó lelkész lesz egyszer. És az igazmondó Isten eljött, és azt mondta, hogy nem baj ez sem, de a sorrendeket a helyére kell tenni az életedben. Testvéreim, vannak éppen átrendezendő értékei az életünknek? Vannak? És jön az igazmondó Isten, és azt mondja, annyira szeretlek téged, hogy ez így nem maradhat.
2 Korintus 7.6-hoz lapozunk, mert az időt be kell osztani. És azt mondja 2 Korintus 7.6, hogy a Jóisten, amikor eljön és igazat mond, és mindenható és örökkévaló, és elkezdi az ő maga rendbe rakó munkáját az életemben, a gyülekezetben, az ő egyházában, akkor azt is hozzáteszi, hogy de az Isten a megalázottak vigasztalója. A megalázottak vigasztalója. És jön, és azt mondja, hogy figyelj ide, bemutatlak téged magadnak. Aztán, hogy ne ijedj meg, nagyon kapsz tőlem egy névjegykártyát. Igazmondó Isten, de rögtön adok hozzá egy másikat. A megalázottak vigasztalója. Mert tudom, mit jelent megkísértetni. Jézus Krisztus is itt járt közöttünk. Ő is tudja, mit jelent az a küzdelem. Küzdötök magatokkal, testvéreim? Elegetek van már néha, ne úgy fejezzétek be, hogy kiből, ne azt a listát vegyétek elő, azt tépjétek el. Csak magunkból. De elegetek van már. És mit mond erre? Ne ijedj meg, a megalázottak vigasztalója vagyok. Soha nem vagy olyan erős, mint amikor érzed azt, hogy most nem elborulni kell, hanem leborulni, ugye? Vagy hogy volt ez a szójáték? Kiborulni, elborulni, megborulni, stb. Leborulni, testvéreim. Örülök, hogy tudunk magunkon nevetni. Örülök, hogy derűsen tudjuk felfogni azt a kérdést, hogy élet-halál harcot vív értünk, ami jó atyánk. Mert a belső szobánkban tényleg összeomlunk. De amikor mi egy gyülekezet vagyunk, akkor úgy kell, hogy tekintsünk egymásra, hogy küzd értünk, küzd érte. Hát érte biztos nem küzd. Mit mond? Vigyázz magadra. Érte is küzd. Nem te válogatod össze az Isten népét. Érte is küzd. Mert az Isten fáradozik, az Isten mindent megtesz, a megalázottak vigasztalója, és amikor az Isten népe megalázza magát az Isten előtt, és azt mondjuk, hogy hálát adunk néked, de eltakarjuk a mi szemünket, mert tudjuk, hogy nem pillanthatunk rád a magad dicsőségében, és ő mégis mit mond? Kelj fel, világosodjál, tekints Krisztusra, benne szemlélhetsz engem, az Atya dicsőségét, és visszatükrözhetsz, mert megtanítalak, hogy hogyan tükrözzél vissza engem. Testvéreim, folytathatnánk tovább. A hűséges Isten, az elrejtőzködő Isten, a békességnek Istene. Nem folytatjuk. Itt van ez a gyűjtemény a kezünkben, hogy elénk álljon. Elénk álljon ezekkel a mellékneves jelzős szerkezetekkel. Elénk álljon a főneves szerkezetekkel. A pásztor, a fő, a elénk álljon a szimbólumokkal, a szikla, a, ugye mindennel elénk álljon és bemutassa magát. Véges végé ez a könyv, ami gyűjteményünk, hogy Krisztus az Ószövetség első lapját, az utolsó, az alkotó, a teremtő, a szombatnap ura, hogy 100féleképpen ne elégedjetek meg ezzel a hattal. Csak ebből van 25, 50, 100, ezért kutatjuk, ezért olvassuk állandóan az igét. Néki adjatok dicsőséget. Mit jelent, mit mond White a kommentárjában? Néki adjatok dicsőséget. Hogyan fordítja le? Tükrözzétek vissza a jellemét. Tükrözzétek vissza. És ne azon síránkozatok, hogy ma még nem tudom maga teljességébe visszatükrözni, hanem adjatok hálát, hogy de tudom, hogy aki elkezdette bennem a dolgot, véghez viszi az ő napjáig. Adjunk hálát, és dicsőítsük ezért őt nagy hálával, nagy szeretettel, nagy alázattal. Úgy legyen. Amen.